Aki a vezetői képességeit fejleszti, az az életben a lehetőségeit növeli. Tehát nem jelenti azt, hogy eredményes lesz, hanem azt jelenti, hogy a lehetőségei sokkal nagyobbak lesznek az eredményességre akár. Hogy ki, hogy hol fogja ezt az eredményt kihozni, ez attól függ, hogy ő milyen típus ember, és miben tevékenykedik. Ha valaki az üzleti szférában tevékenykedik, abban az esetben lesz mondjuk az operátori, a vezetői képessége előny, és pénzben kamatoztatható. Ha valaki nem az üzleti szférában fog tevékenykedni, mert olyan területen dolgozik, ahol, amiben nincsen pénz, őnek nem lesz több pénze. De a céljait el tudja érni, és létrejöhet egy csomó minden, ami számára fontos, szükséges. Ha valaki csak a családban kamatoztatja ezt, mondjuk vegyünk egy nőt, és a női minőség az nem egy vezetői minőség. A női minőség, ha az együttműködést nézzük egy családban, egy férfi és egy nő kapcsolatában, egy olyan követői minőség, amelyben követi a férfit, egész addig, amikor a nő nem kezd valamilyen olyan értéket berakni a kapcsolatba, amit a férfi képtelen berakni, és a férfi is követi a nőt. És ekkor létrejön az, hogy mindenki követ mindenkit. Tehát egy nőnek is szüksége van arra, hogy vezető legyen. A leginkább érthető állapota például a nőnek akkor, amikor anya lesz, hogy ő vezető kell legyen, ettől függetlenül követi a férjt, a férj meg követi mondjuk a család szellemiségét. És akkor ez egy ilyen visszaható rendszer tud lenni, amelyben generálódik folyamatosan a boldogság. Az operátori minőséget a nők is meg tudják szerezni, sőt szükségük van rá, hiszen ha fel akarják nevelni a gyereküket, idézőjelben a nevelés, akkor ott tudni kell azt, hogy hogyan oldják meg azokat a problémákat, amelyek csak konfliktussal vagy veszteséggel oldhatók meg. Mint amiről sokszor beszélek, hogy nem rászólni a gyerekre, de a gyerek mégis abba az irányba menjen, hogy ne legyen idegesítő már a végén, hanem el tudja sajátítani azokat a viselkedési formákat, amelyek megfelelnek mindenki számára. Ha az üzleti szférára koncentrálunk, és ezt az egész kérdést ide, de maga a mesterkurzus egyébként nem arra fog koncentrálni, hanem arra is, tehát magára a vezetői képességre, az operátori képességre koncentrál. Ha üzleti szférára vetítjük ki, akkor nézhetjük azt, hogy mire van szüksége egy üzletet vezető embernek. Szüksége van arra, hogy megértesse másokkal, amit szeretne mondani és csinálni. Ehhez különböző eszközei kell, hogy legyenek. A megértéshez kell tudjon prezentálni. Most nem feltétlenül PPT előadásról beszélek, hanem bármit el kell tudjon mondani, úgy, hogy az megértse a másik ember. A valódi és mély megértés viszont a vezetésen keresztül történhet meg. Mert van a marketing és van a propaganda, hogy egyszerűen csak kántáljuk azt, amit akarunk csinálni, és akkor a többiek már reflexzíven beveszik azt, amit mondunk. De ez sok marketingköltség, ez a marketingesek dolga. Tehát ahhoz, hogy kövessenek téged bármilyen szinten, tehát a megértetést kell tudjad megvalósítani bárki számára. Egy vezetőnek az üzleti életben szükséges az, hogy helyes döntéseket hozzon. Általában a döntések nem szoktak jók lenni, a nagy sikerek mindig abból adódnak, hogy valamilyen idézőjelben mondva szerencsés esemény következik be, és annak lesz majd olyan hozománya, amiből sok pénz van. Ez nem jelenti azt, hogy csak a szerencse által van bevétel, hanem azt is jelenti, hogy van, aki mindenből pénzt tud csinálni, de akkor is az egyik termék lesz olyan szerencsés, ami eltart mindent. A többi is szerencsés tud lenni. És ez fog kiemelkedő eredményt hozni. Mert hogyha neked van X terméked, 10 terméked, és mindegyik hozza a maga hasznát, ettől te gazdag lehetsz. És hogyha 10 termékből 9 megszűnik,
nem miattad, hanem külső okok miatt, akkor te tudsz szerezni másik 9-et, és megint lesz 10 terméked, mert ez a te képességed. Az, hogy túllépjél a képességeiden, ahhoz az egyik be kell fusson úgy, ahogy nem is vártad. És nem tudod megállítani, ha akarod sem, az akkor is fog menni. Akkor lesz meg neked az igazi erős üzleti sikered. Szó sincs arról, hogy ezt meg fogod tudni ismételni. Ez egy szerencse. Idézőjelben szerencse, mert az, aki viszont nem dolgozik ebben, annak nem fog jönni ez a szerencse. Tehát csak annak jön létre, aki csinálja, de nem várt módon jön létre. Ez megint csak fontos egy vezető, egy üzleti szereplő számára, hogy ez a képesség meglegyen. Fontos az, hogy átlássa a saját szituációját, milyen lehetőségei vannak az életben, és ha nincsenek, akkor hogyan tud kialakítani lehetőséget. Hogyan tud a térben úgy mozogni, hogy ő pozícióba kerüljön, és abban a pozícióban neki a lehetősége a lehető maximális legyen arra, hogy eredményt érjen el. Ez nem feltétlenül igaz egy cégvezetőre, egy vállalkozóra, vagy bárki másra. Lehet, hogy van pénze, de nem elegendő az, hogy ahogy ő látja a helyzetét, és a térben nem tud kellőképpen mozogni. Természetesen ezekre mind van tréning, tehát tréningezni lehet az üzleti ilyen képességeket, pontosabban a készségeket, nem a képességeket, és ezek a készségek segíthetik azt, hogy az ember jobb vezető, jobb vállalkozó legyen, nagyobb bevétel legyen. Tehát például vannak tárgyalástechnikák, vannak olyan metódusok, amit ha elsajátítasz, akkor helyesebb döntéseket tudsz hozni, üzleti döntéseket tudsz hozni, de ezek egyáltalán nem tartalmazzák azt, hogy neked szerencséd is lesz, hanem csak szakmailag a képességeiden belül fogsz tudni csinálni bármit. Ezek a szakmai képzések, amelyek nagyon jók, de képességet nem fognak adni. Ha nincs képességed, te hiába tanulod meg, nem lesz belőle neked több. Egy picit több, de sokkal nem. Amit én tanítok, az az organikus fejlődés. Az a része, amikor a képesség is fejlődik, és azután jön csak a készségszint. És a készségszint se elegedő, akkor is még az organikus fejlődésben a képességek hozhatnak eredményt, és majd később a készségek szintén meg fognak születni. A térbeli pozícionálásod fontos, és ez megint csak egy olyan operátori képesség, amellyel befolyásolhatod a lehetőségeidet. Operátori képesség az is, és az üzletben használható, hogy te képes legyél a másik emberrel kommunikálni olyan módon, amire neki van szüksége. Minden ember más típus. Az egyik ember a lelkével fogható meg. A másik ember a tudatával. A harmadik energetikailag a testével. Neked képesnek kell lenned megfogni a tudatot, a lelket és a testet. Az emberi mátrixnak a három részét, ha képes vagy megfogni, fizikailag megfogni, akkor elő tudsz idézni különböző élményeket. Ez üzletileg nem annyira sokszor használható dolog, de ha azt nézed, hogy nincsen sikeres üzletember, akinek nincsen sikeres családja, boldog családja, akkor nagyon sokat nyerhetsz azzal, hogy a családban viszont fontos az, hogy a családban meglegyenek azok, hogy ne legyenek problémák, az egészségügyi problémákban se legyél csak kiszolgáltatott bárki számára, a párkapcsolatot tudjad kezelni, a gyereket tudjad kezelni, tehát ezek mind azok a dolgok, amelyek az üzleti életben nem használhatók, vagy nem annyira használjuk őket, de a háttérvilágot rendbe kell tudni tenni. Fontos az is, hogy atmoszférát tudjál teremteni. Általában az emberek elmondják azt, amit tudnak, elmondják a másiknak, és akkor a másik meghallgatja, lesz valami belőle vagy sem. Elmondható természetesen az, hogy rengeteg vállalkozó és üzletember van, aki soha nem tanul semmi ilyesmit, és mégis, hogyha kiáll valahova és elmond valamit, ott teremtődik egy atmoszféra, és abból az atmoszférából egy magas szintű megértés lesz, mondjuk egy tömegben,
és az a tömeg követi ezt az üzletembert, a termékeit, vagy bármit, tehát sikert fog tudni elérni. Rendelkezik ezzel a képességgel. De hát elmondhatjuk ezt bárki másról is, a Zeneakadémián is, hogy kurva jól hegedül. Ha összeszarom magam, se fogok úgy hegedülni, tehát nem fogom tudni megtanulni. De egy bizonyos szintet meg lehet tanulni mindig. És az, aki fantasztikus tehetséggel bír, az is tudja a képességét még növelni, nem véletlen tanulnak a zsenik is. Mert tökéletesítik azt, amihez képességük van. Tehát saját magunkat kell tudnunk felülmúlni, és ahhoz mindenkinek szüksége van arra, hogy az atmoszféra teremtés képességét bővítse. Ha van azért, ha nincs, akkor azért. Az atmoszféra teremtés az azt jelenti, hogy nem csak átadod az információt, hanem az információ, amikor átkerül a másikba, az élővé válik. Önmaga dolgozik. Ami azt jelenti, hogy nem azt mondod valakinek, hogy vegyél egy flakon vizet, hanem el tudod mondani, hogy a víz a legfontosabb számodra, és ő saját maga fogja körbeépíteni a terméket indokokkal, hogy megvegye ezt. Tehát gyakorlatilag információcsomagot adsz át ugyanazokkal a szavakkal, míg a másik ember csak ugyanazt a szavakkal átadja csak az információt. Ő tőle nem vesznek, tőled vesznek, mert te többet adsz, és él benne az információ. Ez az atmoszféra teremtés, úgy, mint itt kint. Kijön valaki, mozog, jól van, ügyesen mozgott. Kijön valaki, mozog, él, és megszületik az élet a matracon, a többiekben, és tetszik az, ahogy él. Pedig ugyanaz a mozgás, mint a másik, sőt, a másik ügyesebben mozgott, mint ő. Mégis ez lesz az értékesebb. Differenciálás nagyon fontos. Az ember tudjon differenciálni. Ez egy operátori eszköz szintén. Az, hogy nem egyszerre foglalkozunk valamivel, hanem külön tudjuk választani a dolgokat. Akár az érzelmeket, a cselekvéstől, vagy a gondolkodástól. Külön tudunk hatni a gondolkodásra, vagy a gondolkodáson keresztül külön tudunk hatni a mozgásra. Ami azt jelenti, hogy te adsz egy gondolatot valakinek, amitől ő mozogni fog valahogy, és ahogy ő mozog, abból lesz neked az eredményed visszahatólag, például egy tárgyaláson. Vagy te mozogsz, és ahogy mozogsz egy tárgyaláson, vagy a színpadon, egy előadásban, amikor prezentálsz, a te mozgásod hatására megfogalmazódik az a kulcsfontosságú információ, amiből vásárlás eszközölhető ki. Fontos a szinergia. Itt nagyon sokat foglalkoztunk a szinergiával. Ezekkel mind foglalkoztunk a mesterkurzuson. De most arról az oldalról közelítem meg a következő mesterkurzust, amit én onnan a székből csinálok. Tehát operátori oldalról hogy néz ki ez az egész? Mert eddig expert oldalról közelítettük meg. A szinergia, hogy érezd meg, mikor van szükség idejönni. Most onnan közelítjük meg, hogy te építs fel szinergikus atmoszférát egy teremben. Tehát együttműködő partnereid legyenek egy tárgyaló teremben, vagy hogyha neked céged van, akkor együttműködőek legyenek veled a kollégáid, és úgy kövessenek, hogy hozzá is tesznek a folyamathoz, és nem csak várják azt, hogy mit mondasz te. Ezek szintén operátori képességek. Hogy az üzletben hogyan kamatoztatod? A képességeket kamatoztatod minden esetben az üzletben. Az operátori képesség, hogy te hogy hatsz a világra, és hogy változtatsz, ez már fantázia kérdése, hogy fog kamatozódni. Ez egy nagyon erős és érdekes út lesz. Teljesen más oktatást igényel, mint ami eddig volt a mesterkurzuson. Teljesen más hozzáállás a részvevőktől, tőlem, mindentől. Az eddigi oktatás mind úgy épült föl, hogy volt az expert és operátor képzés, amelyben elsősorban az expert képességekre fókuszáltam, a gyakorlatok főleg az expert képességeket erősítették, amelyből meg-megjelentek az operátori
kvalitások. A kettő, mint egy ilyen sorrend, ott, hogy expert és operátor képzés. A jövő évben operátori képzés, amelyben feltétel az expert képesség. Tehát az expert képességeknek a fejlesztését is az operátori képzésen keresztül fogom generálni. Teljesen más megközelítés és más metódus és más eredmény lesz személy szerint mindenkinél. Fantázia kérdése, hogy hogy használja valaki a különböző képességeit az üzleti életben. Talán a legegyszerűbben megközelíthető az az, hogy a személyes megjelenésed és varázsod a külvilág számára milyen lesz. És ezt erősítem úgy, hogy lesz 10 féle olyan operátori technológia, amit én használok abban, ahogy fölépítem a szemináriumokat, vagy fölépítek bármilyen más feladatot, akár lehet ez egy gyógyítástól kezdve, egy probléma megoldás, egy párkapcsolati, vagy bármilyen problémára ható, akár üzleti problémára ható megoldás. Ki hogyan csinál ebből pénzt, az a üzleti modelljétől fog függni. Ha neked szükséged van partnerekre, akkor a partner szerzésben a lehetőséged nagyobb lesz. Ha szükséged van tárgyalásokra, akkor a tárgyalásokban legalábbis organikus szempontból nagyobb lesz az esélyed. Hogyha ezt még pluszban szakmailag tovább képzed, amit én nem javaslok, a tárgyalás technikákat, akkor szintén növelheted az esélyedet. Csak azért nem javaslom, mert az esélyed nő, de meg fog állni egy szinten, és nem fogsz tudni tovább menni. Ha hagyod az organikust, akkor a személyiséget fog mindig nyerni az összes tárgyalásban. Ha megtanulod a tárgyalás technikát, és közben emeled az organikus képességeidet, akkor viszont megerősíti egyik a másikat. Ezt be kell tudni tartani, és akkor ez jól tud működni. Ha a párkapcsolatban fejlődést és békét akarsz, akkor szintén tudod kamatoztatni. Mindenben, ahol vezetésre van szükséged. Hát nagyjából így.